Szabadfogás stúdiójában az ütős vendégek már készen állnak a kemény menetekre. Aki ma este igyekszik őket kordában tartani, Huth Gergely. Köszöntöm Önöket, kezdjük a vitát, és közkívánatra itt van velünk a 24.hu előre helyezett pajzsa és ökle, Nagy József újságíró, szervusz József. De szép képzavar. Igen, közben rájöttem én is, elnézést kérek, Lentulai Krisztián, a Karcefen főszerkesztő helyettese, Kukorelli Endre író, költő, Jeszenszky Zsolt, politikai hobbista, általános megmondó ember, Nagy Attila Tibor, a Méltányosság Politikai Elemző Központ elemzője, és Pesti László, fekete öves rendszerváltó, Pesti fekete doboz alapítója. Én most nem kaptam jelzőt. Nem, most senki nem kapott jelzőt, pörögjünk. Inkább csak azt a kedves nézőknek csak azt a szociálpszichológiai elmérkedésemet mondanám el, hogy a műsor előtt vannak, akik szelfit készítenek, és vannak, akik nem készítenek szelfit. Ezek itt szelfit készítenek, a Kukorelli meg nem készít szelfit. De én is készítettem. Te is készítettél? Igen. Nem most, hanem szokott volt rá. Készítsetek szelfit, nagyon most hasznos dolog. Most is csináltunk a gondolat adás közben. Így van. A másik meg az, hogy vannak a készülők és a nem készülők. De várjál, gondolom... a szelfinél legalább tedd már szóval, légy szíves, hogy amikor milyen póló van rajtam, a Jeszenszky szokott jönni állandóan valamilyen menő pólóban, én most megláttam ezt a pólót pár nap előtt, egy Spirky Oska kollégám, barátom testén, és úgy téptem le róla, mert hogy bár nem ide készült direktben, de lényegében egy szabadfogásos pólót. Az egész produkció nevében ezzel, mindenki megtisztel. Ezzel reklámozom is, igen. Ugye nekem meg is van az egyik maszk, sőt egyszer volt is már rajtam adásban. Na jó, tegyük el akkor a szerpipótokat. Bírom ezeket a pankrátor maszkokat nagyon. És kezdjük azzal a nagyon fontos hírrel, amit első helyre emeltünk ki, hogy a media1.hu belterjes szakmai portál írása szerint a 168 óra... De miért belterjes? Ne viccelj már! Mert belterjes? Tehát minden olyan médium belterjes, ami önmagával foglalkozik, nem? Tehát biztosan nagyon érdekli az olvasók nagy tömegét, hogy mi történik belül a médiában, de ez egy média ügyekkel foglalkozó portál, így ír: a 168 óra főszerkesztője által eltávolítatott, a Miskolci kórházban történt meddővétételről szóló cikket író Kunyé Viktória volt külsős munkatárs, a média egynek élesen bírálta a Magyar Nemzetben szerinte az újságírót és a lapot lejárató Rózsa Péter főszerkesztőt. Az ugyancsak távozó Ágoston Zoltán online rovatvezető a Facebookon bírálta Rózsa Pétert, aki előzőleg önkényesen újságírót emlegetett a kormánypárti napilapban. Mondhatnánk, hogy mi csak egy kávét kérünk, de nem ezt mondjuk, hiszen mégiscsak megjelent az a 168 órában, hogy vegyétek ki mindkét petevezetékét ennek a büdös cigánynak, ez az állítólagos állítás és vád, ami nem nyert bizonyítást, és eléggé felzaklatta a kedélyeket. Ugye az maga a sztori, hogy a Miskolci kórháznak a szülészete körül egy több héttel ezelőtt megjelent Kásler Miklós emberi miniszternek írt nyílt levélben támadták a komplex szülészeti osztályt. A háttérben az áll, hogy maga a szülészet, a városi szülészet nem kíván csatlakozni a megyei szülészethez. Ennek kapcsán minden egyébként nem ellenőrzött információ került ki a netre, meg a sajtóba is. Ennek kapcsán a 168 bocsánat, órában a 168 született... óra cikkébe. Oké, okay, világos. Tehát, ide akartam ki... Lefordítsalak. Csak hogy elérkezzünk magához a mi történetünk közben, a 168 óra történetén, szóval megjelent egy cikk, a főszerkesztő engedélye ellenére megjelent egy cikk, melyben valóban azt állítja a cikk szerzője, hogy az ő forrás azt mondta neki, hogy egy bizonyos 26 éves Adrien nevű hölgynek eltávolították a két petevezetékét, ezzel, ha úgy tetszik, mesterségesen meddővé tették, és elhangzik az az egyébként alá nem támasztott állítás ebben a cikkben, hogy az orvos azt mondta, hogy ennek a büdös cigánynak vegyük ki mindkét pete vezetékét, hogy ne szaporodjanak ezek. Ami a főszerkesztő azt mondta erre a cikkre, ugye Rózsa Péterről beszélünk, azt mondta erre a cikkre, hogy ez nem mehet le. Ennek ellenére az online főszerkesztő ezt a cikket kitette, és most azt várjuk, hogy maga a szerző, Kujé Viktória, azt mondja, hogy mindent tud igazolni, azt várjuk, hogy a Kujé Viktória előálljon azokkal a bizonyítékokkal, amikkel alátámasztja az ő szövegét. Ha csak nem kisegérként ott ült a műtő sarkában, beszélt ezzel a nővel. De nézzük azt a részét, hogy azért jobboldali véleményformálók közül elég sokan megfogalmazták az elmúlt két hétben, hogy itt valakik cigány-magyar polgárháborút akarnak
kirobbantani. És akkor ehhez képest te miért mondta azt, hogy most csak dőljünk hátra és kérjünk egy kávét, most ez jó. Nyilván arra a részére, hogy a 168 órán belül komikus módon. Ez... Nem, Gergő élvezkedik azon, hogy baloldali újságíró. De egyáltalán, ezt értem, de egyáltalán nem élvezetes dolog ez, mert ez nagyon veszélyes. Felhorkant egy kis mutató ujjemeléssel, némi morál. Az lóbák gatással, még nem volt ez olyan nagyon sok, de valóban Gergő arra utalt, hogy a 168 órán belül, és tehát akkor a baloldali médián belül egymásnak ugrottak, és ilyenkor szokott lenni az, hogy az ellenoldal csak egy kávét kér. Szerintem ez egy viszonylag bevett kifejezés a köznyelvben, tehát szerintem ettől még nem kellene annyira felpaharni. Hiszitek, hogy egy orvos ma Magyarországon egy ilyen kijelentéssel él? A műtőben? Nem, én nem hiszem. Nyilván nem. És hát... én ebben biztos voltam, hogy ti sem hiszitek el, de aki erre ráugrik, mint gyöngytyúk a takonyra, az nyilván Bangóné lesz. És ő fog vizionálni cigány-magyar polgárháborút, és akkor lehet játszani egy olyan versenyt, hogy most a gyöngyös patázó Orbán Viktor a rasszista, vagy Bangóné a rasszista. Bangónénál én felkészültebb politikust is el tudtam volna képzelni, aki beleáll ebbe az ügybe, hiszen Bangóné nem egészségpolitikus olyan értelemben, hogy nincs doktori végzettsége. Itt szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy az MSZP frakciónak már egy ideje van egy olyan problémája, amióta lecsökkent, hogy számos szakpolitikusa hiányzik, így például nincs olyan egészségpolitikusa, aki az egészségügyben doktorként dolgozott volna. Tehát ez is egy eléggé szerencsétlen, függetlenül attól, hogy ezekben az állításokban a cikkben mennyi igaz, mennyi nem, hogy igazából akkor lett volna még hitelesebb Bangóné részéről ezzel előállni, hogyha ő például orvosként végzett. Az MSZP-nek valóban nem nagyon vannak egészségpolitikusai, inkább csak betegségpolitikusai vannak, de szerintem ez teljesen független attól, hogy ki szólal meg ebben az ügyben. Ugye a Gyöngyös Patával való párhuzam az tök jó, mert ugye a miniszterelnök megfogalmazott egy nagyon is jogos társadalmi igényt, hogy ezeknek a börtönbizniszeknek most már véget kell vetni. Erre ugye a baloldal ráugrott, hogy ez cigányellenes, meg rasszista uszítás, és ez nagyon jól illeszkedik a miskolci ügy, amit ugye előre lehetett venni, hogy lám-lám Magyarországon micsoda intézményesült rasszizmus van, mert még az orvosok is így viselkednek, csak kiderült az egész sztoriról, hogy kamu. Tehát olyan szinten derült ki, hogy kamu, hogy meglepő módon a balliberális média kihátrált az ügy mögül, ami egyébként egy viszonylag új keletű jelenség, mert nem szokott. Tehát ezeket a rasszista ügyeket nagyon durván szokták ütni. Megjelentett cikk a 168 órában úgy, hogy a főszerkesztője a 168 órának letiltotta, nem engedte ezt a cikket. Ennek ellenére az online főszerkesztő, bizonyos Águston Zoltán nevű fiatalember, én magam személyesen nem ismerem, ezt kitette. Ez önmagában egy szerkesztőségen belül is skandalum, hogyha a főszerkesztő ellenére, ugye egy szerkesztőség az minden szempontból egy katonai vagy akár vállalati hát, ilyen. Arra hivatkozik, hogy neki, mint online szerkesztőnek a print főszerkesztő nem formálisan ez nem egy baromság, ez egy baromság. Aki okay. Ilyet csinál, tök mindegy, milyen cikkről van szó, hogyha a cikk aranyigazságokat tartalmaz, az ilyen csávot a saját taknyán kell kirúgni a szerkesztőségből. Na, de a kérdés az, hogy miért érezte úgy, hogy ez egy olyan küldetés, amit akkor is végre kell hajtani, hogyha a főszerkesztőm azt megtiltotta. Azért? Miért érezte úgy Jámbor András, az Index és a Mérce volt újságírója, hogy neki ki kell mondani azt, hogy nagyon remélni, hogy a Miskolci eset után fellázadnak a cigányok. Ez a katasztrófa. Ez a téma. Ami egyáltalán nem morális, hanem ez katasztrófa. Tehát, hogyha így hergeljük ezt az egész problémát, így hergeljük egymást is ebben a dologban. A Jámbor András a legnagyobb neomarxistáink egyike. A Jámbor András is egy hülye, hogyha ilyeneket mond. Ne haragudjatok, de egy szó nem hangzik el, már 10 percen megy az adás, és ez a hazugság szó. Megjelent egy sztori, ami azt állította, hogy egy cigánynőnek mindkét petevezetékét elkötötték. Ez képest nem cigánynő, és csak az egyiket kötötték el, orvosi szempontból. Ehhez képest nem cigány a nő, hanem nem cigány, nem mindkét petevezetékét kötötték el, nem volt rasszista indok, és nem született ilyen vezetői, orvosigazgatói döntés. Laci, kirúgták az embert, a Rózsa Péter elmesélte, hogy mi történt. Beszélhetünk arról. Még fel is akaszhatnák egyébként. Én azt mondom Rózsa Péterről, hogy egy jó szakember, én több mint 30 éve ismerem, és igaz, hogy jóformán semmiben nem értünk egyet, ami a közéletet vagy a politika megítélését illeti, de mint újságírót, mint főszerkesztőt, mint publicistát jónak tartom, és azt gondolom, hogy helyesen járt el. Itt arról az attitűdről van szó, ami szembe ment Rózsa Péterrel, az egyik rovatvezetője, illetve a cikkíró, és szerintem megérne egy pár mondatot az a baloldali újságírói attitűd, hogy minden áron
kell írjunk egy olyan cikket, ami azt bizonyítja be erről az országról, hogy itt tomboló rasszizmus Laci, van. Nem igaz. Ez az újságíró Kunyé Viktória kapott egy információt, őt hívta fel, az Adrián nevű 26 éves nő. De hazug, és ezért mondtam... És nem csekkolta le tisztességesen. A hozzászólásom elején azt mondtam, hogy az kulcsszó a hazugság. Ugyanis az adathalmaz, amin ez a cikk megszületett, az egy hazugság volt, és felsoroltam, hogy mi az a 3-4 hazugság, amin az íromány alapult. De nagyjából konszenzus van köztünk szerintem. A Rózsa pedig próbálta menteni ezt a helyzetet teljesen normális újságírói hozzáállással, és letiltotta ezt a hazug cikket. Na. De az érdekes az, hogy a dolog azért került be végül is a 168 óra online verziójába, mert volt egy rovatvezető és volt egy cikkíró, aki azzal a mélységes Orbán gyűlölő és Fidesz gyűlölő attitűddel... ennek az Orbánhoz meg a Fideszhez? Szakmai hiba volt. Felhívták ezt az újságírót, ez az Adrián nevű. Ez nem egy szakmai hiba volt. Nem ment utána. A Geri által intézett... Ő tette föl a jó kérdést. Az újságírót és a rovatvezető szólaltatja meg, és nem a Rózsa Péter főszerkesztőt. Ez a fórum is azt igyekszik megindokolni, vagy alátámasztani, hogy itt a cikkíró és a rovatvezető jól járt el, hiszen utálják az Orbán rezsimet, hiszen a rasszizmus tombolására akarnak rámutatni, és igaz, hogy hazudtak, de végül is jó a hozzáállásuk. De ezt ki mondja? Én elolvastam ezt a cikket, amiből a Geri idéz. A média igen, és itt a két vétkes szólaltatják meg, aki kvázi áldozata a főszerkesztő megalkuvásának, aki nem átallott a magyar nemzethez, a náci magyar nemzethez elmenni, kiteregetni a történetet. Tehát itt két attitűd szembesül, vagy szegül egymásnak, a mindenképpen uszítani akaró balos újságíró és rovatvezető, és a józanul ítélő... Laci nem uszítani akar, az Isten áldja meg, de informálni. Az uszításnál, kérlek, mert ez a lényeges téma. Bejött egy info, és nem lehet lecsekkolva tisztességesen. Hogy micsoda a küldetéstudat munkálkodtat ezekben, hogyha még a főszerkesztő ellenére is kirakják azt a cikket, amivel uszítanak, de én még egy picit tovább mennék. Csak nem nézzünk egy idevágó véleményt, ha megengeded, és szabad ne feled. Megszólalt Csibra Tibor kollégámnak például, hogy Ábrahám Róbert nevű nagyon népszerű vlogger, youtuber, aki egyébként cigány származású, és ő pontosan ezt mondja, amit ti mondtok, hogy abba kéne hagyni a cigányság uszítását, pláne olyan ügyek mentén, amiért ha valaki felelős, akkor a Gyurcsány-Bajnai kormányok felelős. Ezért nem kéne a hátradőlés és a kávéról beszélni ebben a kérdésben. Abba kéne hagyni. A legborzalmasabb következménye, amit csinálunk. A legborzalmasabb következmény az egész sztorinak az, hogy a cigányok nagy többségének a körében és a fejében nem a cáfolat fog megmaradni, hanem az alaphír. Ebben egész biztos. Az egyébként egy jól bevált módszer, hogy meg kell dobni egy nagyon durva hírt, és akkor utána persze arra jönnek nem beszélve, a táfolatok, de az már kevesebb embert érdekel. Hogy ezeket az újságcikkeket, amik megjelennek, amikről kiderül, hogy explicit hazugság volt, egy részéről kiderül, hogy csúsztatás volt, egy részéről kiderül, hogy lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem igaz, ezt a nyugati sajtó szemlézi. És az a kép, hogy Magyarországon tomboló rasszizmus van, ez Brüsszelben, Berlinben, Párizsban, Washington DC-ben, ez egy létező, élő kép. És ez hazugság, Józsi. Isten áldjon, de ezt a képet... Egy szakmai hiba volt itt a Kunyé Viktória részéről. Egyébként pedig jegyezzük már meg, hogy Polt Péter is nyilatkozta azt, hogy a Miskolci kórház szülészete ellen több ügyben is vizsgálat zajlik. Tehát magában a kórházban egy belső hatalmi harc miatt, hogy most csatlakozzunk a megyéhez, vagy maradjunk a városban. Egy komoly háború zajlik, ajánlom figyelmetekbe az indexem, hogy ez országnak a civilizált világban, a nyugati világban történő szisztematikus lejáratása zajlott. Állítólag egyébként Kunyé Viktóriának vannak dokumentumai. Állítólag ő azt mondja, hogy alá tudja támasztani, mert vannak papírjai. Nem kerülnek elő. Én nem tudok ebben igazságot tenni, csak nem olyan egyértelmű a történet. Annyiban megbecsüljük a nézőket, hogy ne keverjük össze a dolgokat. A Miskolci kórházról szóló híreknek a háttere, amiként azt a Magyar Hírlap és a Magyar Nemzet is megírta, ez egy bizonyos MedCenter nevű KFT
sok milliárdos megbízása a Gyurcsány bajnai kormányok idejétől fogva. Sikerült belekeverni. Gebénbe kiadták gyakorlatilag a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a rákbetegségek kezelését, állítólag nagy kárt okozva, és ez Bangónéknek fáj. Tehát ne keverjük össze. És 9 éve volt az ellenes, 9 éve volt magyar kedves Gergő, 9 éve volt az Orbán kormánynak, hogy ezt a helyzetet például Miskolcon megszüntesse, egyelőre nem tette meg. No, holott a kórház a kormány fenntartásában. Legyen, de megkiszámolja. Jó, de amikor a megtette, de akkor, ha amikor megteszi, akkor azonnal a szabadságnak a de még nem tette lábbal meg. Tiplásáról beszélünk, mert meg. Hogy képzeli, hogy a kórházakat, a bíróságokat? Még el se jutott idáig. Hogy képzeli, hogy rendet tesz? De amikor a Cucurelli Bandi azt mondja, hogy itt többen a tűzzel játszanak, és ezt a legutóbbi ittlétekor is elmondta, hogy azok, akik ezt a magyar cigány-cigány-magyar ellentétet, gyűlöletet, kölcsönös fenekedést, ami az utóbbi hetekben egyre erősebb, szítják, és adott esetben egy olyan cikkről beszélünk. Azok mind gazemberek, nekem ez a véleményem. Akkor a Cucurelli egy fontos dolgot mond, és erre Attila, te sem mondasz semmit, hogy itt egy olyan jelenség van elharapózóban a cigány-magyar ellentét kapcsán, egy olyan árok mélyül, és egy olyan polgárháborús helyzet éleződik, ami katasztrófához vezethet. És erre nem mondotok semmit. Azt mondjátok, hát az még nem került elő. A baloldalnak ez elemi érdeke. Bocsánat, ha érdekel a véleményem, én nem tudom mondani. Arról is mondan a véleményedet, azokról a kiszivárgott levelekről, miszerint a Soros hálózathoz tartozó alapítvány, ugye a Mohácsi féle társaság szerződést kötött a gyöngyöspatai romákkal, arról, hogy a kártérítési ügyben kizárólag az ő utasításaik szerint járhatnak el, legalábbis ez derül ki. Te láttad ezt a szerződést? A belső fórumokat kimásolták, és hivatkoznak rá. Aha. Én addig nem érdekes nem... a belső fórumok? Érdekes, csak addig én nem tudom ezt komolyan venni, amíg ezt a szerződést nem látom. Kezdjetek el a kártérítési összeget, terhére házakat vásárolni. Nekem, Lacina, még hadd reagáljak Lacira, mert amit Laci felvetett egyébként, én azt nagyon fontos kérdésnek tartom. Nekem a cigány-magyar együttélés nem kell bemutatni, mert én Szatmáról származom. Fehérgyalmaton születtem, Mártészalkán éltem hosszú éveken keresztül, tehát nekem nem médiából ismert a cigány-magyar együttélésnek a pozitív és sokszor a konfliktusos oldala. Sokkal bonyolultabb ez a dolog, hogy a hátralévő két percben erről én komoly dolgokat tudjak mondani, meg részletesen, de kétségtelenül igaz, hogy a feszültség mindig is nagy volt. Bizonyos szempontból ez egy ketyegő bomba, én ezt elfogadom, ezért kell mindenféle politikai oldalnak megfontoltan nyilatkoznia a miniszterelnöknek is és az ellenzéknek. De nem csak a politikusok felelősek, egy olyan sztorin rágódunk több mint 20 perce, amit kivételesen jegyzem meg, nem politikusok a hibásak vagy a bűnösök, hanem újságíró kollégák. És mondhatjátok ti erre azt, hogy majd holnap után biztos előkerül az a bizonyíték, ami alapján a 8 órás Laci, nem kolléganő. Ezt mondtam. Azt mondtam, hogy ki lehet rúgva a saját taknyán az, aki ezt elkövette, ezt a szakmai hibát. Amin... Ez nem szakmai hiba, Józsi. Ez politikai hiba, ez nem szakmai hiba. Hogy te nem tennél ilyet, én se tennék ilyet, ez nem szakmai hiba, ez egy súlyos, morális, nem is hiba, skandalum, botrány, bűncselekmény. Laci, nem csekkolta le az infót az újságíró kollégina. Fölhívta őt az Adrien nevű 26 éves nő, hogy ez történt vele. Ha nem csekkolom le, nem írok cikket, Józsi, te se írnál. Nézzük a másik oldalát. Nem írnék. Által nagyon vágyott cigány-magyar polgárháború hátterében egy másik állítást lementünk. Hogy mondod, Gergő? A Jánbor András által nagyon vágyott. És ez így maradjon a levegőben. Jánbor András vágyik a cigány-magyar. De Józsi, legalább azt ne cáfold meg, amit... fellázítani a cigányokat. Legalább azt ne cáfold meg nagy szemekkel, amit ő maga mondott. Tehát Jánbor András kijelentette, hogy arra vágyom, bárcsak fellázítanák a cigányokat, és bárcsak fellázadnának a cigányok. Ezt mondta Jánbor András. Vagy fellázítanák őket. Ezt mondta, és erre mondhatod, hogy hát a Jánbor András. Az egy szakmai hiba. Ezt mondta, ez nem szakmai, az előző szakmai hiba volt, ez végképp nem szakmai hiba. No hát ebben részben már erre nem lesz időnk, de azért bedobnám azt a témát, hogy ahogyan a gyöngyöspatai hogy kilázik helyi... a cigányok ellen például, gyöngyöspatával, meg leparasztozott többség fogalmaz. Kártérítésekkel. Ők azt mondják, is nyugodtan bedobhatnád, Gergő. Hogy a gyöngyöspatai magyarok és a polgárosodott cigány emberek nagy többséget alkotnak a városban. És ahhoz képest egy kisebbség az, akiről most folyamatosan olvasunk és hallunk. Tehát hogy lehet ezt az egész témát úgy megfogalmazni, hogy a cigányságnak azt a széles részét,
aki dolgozni akar, adót fizetni akar, a magyar társadalom szerves része szeretne lenni, azzal a Jámbor András féle kijelentéssel, meg amiről itt beszélünk, egyáltalán ne sértsük meg. Mi a helyes megfogalmazás? Hát esetleg a cigányozást abba kéne hagyni, és mi lenne, hogyha inkább lumpenekről beszélnénk, és Gyöngyöspata kapcsán, ha még a műsor második részében lesz erről szó. Én javaslom azoknak, akik megszólalnak, hogy nem kell feltétlenül csak cigány, magyar vagy cigány, ahogy ők mondják, paraszt ellentétről beszélni. Itt egy viselkedési attitűd mutatkozott meg ebben az iskolában és a faluban, és ez egy lumpen attitűd. No, még visszatérünk erre a következő rész elején, maradjanak velünk. Köszöntöm Önöket, a második részben folytatjuk a vitát. Nagy Józseffel, Kukorelli Endrével, Nagy Attila Tiborral, Lentulai Krisztiánnal, Jeszenszky Zsolttal és Pesti Lacival. És sajnos nem teljesen jól idézted Jámbor Andrást, mert ő azt írta szó szerint, bárcsak valaki felhergelné a cigányságot, vagy még jobb lenne, ha maguktól hergelődnének fel, és szembe szállnának az intézményesült magyar szadista rasszizmussal, ez azért nem teljesen ugyanaz, ez nem, hogy felázítani a cigányságot. Ez pont teljesen ugyanaz. Nem. De ezt most megint te is eljártod. Az, hogy felázítás, ez a szó nem is szerepel Jánkor Andrásnak. Olyan kellemes volt nem, ez a pánkori... felhergelni, az szerepel. Igen, ez a pánkori... Tőgy meleg egyetértés, erre most egy ilyen apróság miatt kilépsz belőle. Nem apróság, itt senki nem akar, pontosabban senki nem akar polgárháborút, de hogy akkor Lacira hadd reagálják, ugye az a fejezet. Nem, itt a lázítás a és a hergelés, az imád... hogy szinonimája egymásnak a két kifejezés. Jó, de az... tehát még egyszer lázítás nem szerepelt ebben az hergelés az szerepelt, és polgárháború szerepelt. És komolyan... nem is akármi ellen, tehát a rasszizmus ellen lépett fel Jámbor András. Ha ezt most eljátszod, és ez egy retorikai geg, akkor tök jó, de ha ezt komolyan gondolod, hogy a lázítást bagatellizálod azért, mert ő hergelés használt, és a végére oda tette azt a kötelező félmondatot, hogy egyébként az intézményesült rasszizmus bla bla bla. De nem a kötelező tehát, félmondat. A nézőket akarod hülyíteni, minket, vagy magadat? Zsolt, de hallgassuk meg akkor azt az utolsó félmondatot. Jó, magam részéről ezzel se értek egyet és a hergeléssel. És szembe szállnának az intézményesült magyar szadista rasszizmussal. Én most nem arról beszélek, hogy én ezzel egyetértek-e vagy sem, csak azt állítom, hogy az előző részben nem fogalmaztatok pontosan Jámbor András kijelentésében. De ha már Attila, felhoztad. Ha most én idéztem volna ezt az egész szöveget, amit te most szerencsére, én összeteszem a kezemet, és így megköszönöm neked, hogy ennek az idiótának, akinek most a szövegét idézted, szó szerint szóra felolvastad, ugyanis ennél vérlázító... Tökéletesen benne van, így van. Nagyon jó, hogy megtetted, ugyanis vérlázító, felháborító, rágalmazó, nem találok szavakat arra a szövegre, amit te itt idéztél. Ha mi idéztük volna, akkor azt mondjátok, hogy hergeljük a közhangulatot. Nem, én ilyet szerencsére, nem mondtam volna. Szerencsére, hogy a te szádból, a ti karéjotokból hangzott el ez a szöveg, mert ennél szebbet el sem tudok képzelni. Eresszük el Jámbor András szerintem egy fontosabb dolog, amiről te beszéltél az előző félidő végén, ugye a lumpen attitűdről. Igen. A dolog onnan indult szerintem, és ezt kéne látni mindig, amikor ebben a témában, ebben a cigány kérdésben beszélgettünk, hogy van egy képzetlen réteg, akiknek egy jelentős, melynek jelentős része egyébként roma, jelentős részük a rendszerváltás előtt egyszerű 6 osztálya, 8 osztálya, kubikus volt, mezőgazdaságban dolgozott, közülük 1,5 millió ember elvesztette az állását a rendszerváltásnál, ezek képzetlen emberek, és azóta a magyar politika ezzel a kérdéssel nem tud mit kezdeni. Öröklődik a nyomor, öröklődik a szegénység, és az a szegénység, ami jelentős részben deprimáltságba taszítja ezeket az embereket. És Gyöngyöspatán ilyen családokból kerültek ki azok a gyerekek, akik egyébként tényleg vállalhatatlanul viselkednek az iskolában, és a gyöngyöspatai iskolának a lehetőségeit messze meghaladó problémát mutattak fel. Nincs más megoldás, erről már egyébként a kormányfő is beszél, hál' Istennek, mint hogy az oktatás meg az egészségügyet tolni ezerre, önteni bele a pénzt. Köszönjük ezek szépen, a gyerekek, hagyja kérdezem, hogy egyetértetek. Ne bagatelizáljuk. Nem bagatelizáljuk. Nincs más megoldás, mint ezeket a gyerekeket képzéssel kiemelni a nyomorból. Mert egyébként a következő generációban még inkább tönkreteszik az iskoláknak az életét. Instant bölcsességével, mi szerint ezek az emberek nem kapnak
munkalehetőséget, tanulási lehetőséget, ugye erről beszélsz, hiszen 2010 óta azért tudjuk, hogy akár a közmunkaprogrammal, akár a széles és számos ösztöndíjprogrammal, akár azzal, hogy Magyarországon ma már csak az nem dolgozik, aki nem akar. Gergő, alkalmatlanok, alkalmatlanok, már lemaradnak első osztályban, óvodában lemaradnak, sanszuk nincsen. Az a kérdés, hogy egyetértünk azzal, amit Józsi mondott. Józsi nagyon sok mindent mondott, és én ki tudok emelni egy morzsát belőle, vagy egy tételt belőle, amivel speciál én egyetértek. Egyetértek azzal a kijelentésével, amikor elismerte, és ennek nagyon örülök, hogy ez a lumpen réteg, mert akkor ne nevezzük őket cigányoknak, nevezzük őket deprimált lumpen társadalmi rétegnek, mély szegénységben élő lumpen rétegnek, amely rétegnek a gyermekei bizonyos iskolákban, bizonyos falvakban lehetetlenné teszik viselkedésük által a tanítást. Oké, ebben ezt te mondtad, és azt hiszem, hogy ebben nincs köztünk vita, és nem is cigányoztunk. A kérdés az azonban, hogy amikor a miniszterelnök azzal amúgy vitatott, és jobb oldalon sem minden hozzászóló részéről elismert kijelentést teszi, hogy ne fizesse ki a magyar állam és az önkormányzat a jogerősen megítélt kártérítést, akkor a miniszterelnök Orbán Viktor azokra hivatkozik, pontosabban azokra gondol, akik sérelmezik, hogy ez a lumpen réteg, megint nem mondjunk cigányokat, ez a lumpen réteg és ennek a gyerekei lehetetlenné tették a tanítást egy falusi iskolában, borzalmasan viselkedtek. Laci, 62 gyerekről ennek, van szó, igen, abból mi nem állt oda a budihoz, hogy ne engedje be a többieket. Ebből 20, ebből 22, mindegy. De hogy lehet egy jogerős bírósági ítélet alapján megítélt pénz ki nem fizetésére buzdítson egy miniszterelnök, aki a végrehajtó hatalomnak a csúcsán miért mondhatja ezt Orbán Viktor? Azért, mert tudja, hogy az emberek igazságérzetével találkozik az, amit ő mond. Lehet, hogy a jogrendnek nem felel meg, amit mond, de az ország és a mérések szerint kétharmada, háromnegyede egyetért azzal, amit a természetes igazságérzet, mert az emberek tapasztalják azt, hogy ezek a lumpen gyerekek, ezek lehetetlenné teszik a tanítást. És amikor a bíróság... 62 gyerek van, 62 gyerek van, megítéltek hagyományos meg, polgári... családonként 1,5 millió forintot, ez nekik jár. Jogerős bírósági ítélet van, és egyébként erre azt mondja... Egyébként a kormány azóta már visszavonult valamennyire. Azt mondja erre a miniszterelnök, hogy nem kell ezt kifizetni. Bocsánat, hogy nem ezt mondta, hogy nem kell, nem. És most ugye van egy ilyen törekvés, hogy esetleg fizessék ki természetben, tehát ösztöndíjakban, az persze nem jó, mert már megvették a plazma tévéket előre hitelre. Tehát, és az ítélet hogyan született, arról is érdemes lenne beszélni, de én már ezt a témát. Bocsánat, Gergő, csak hangozzék el, hogy a kormánynak pár nappal ezelőtt megjelent egy határozata, és ott már finomítottak, tehát ott már nem az szerepel, hogy egyáltalán nem fizetik majd ki a jogerős bírói ítéletek alapján a kártérítést, hanem a jogerővé válásáig, tehát a határnap lejárásáig vizsgálja meg a kormány a lehetőséget, tehát ezzel formailag a kormány végül is a joghatárain belül. Rendben, folytassuk a azzal a témával. Egy mondat még. Orbán Viktor egy dolgot érzékel, azt te nagyon pontosan mondtad, hogy Magyarországon cigányozással többséget lehet teremteni magamnak. Ezt nem Jámbor András ennek érdekében még egy jogerős bírósági végzése is szembeszáll. Nem, Jámbor András érzékeli azt, hogy a cigányság hergelésével jó pontokat lehet szerezni a liberális elitnél. No, megerőszakoltak egy 25 éves egyetemista lányt Budapesten, a Buli negyedben, egy oltalmazott státuszban lévő, Magyarországon élő 30 éves szomáliai férfit gyanúsítanak az erőszakkal, akit egyébként példásan gyorsan elfogtak. Más kérdés, hogy egy végül is elkergetett amerikai turistán kívül senki nem segített ennek a lánynak. De nyilvánvaló, hogy az a sokkal nagyobb kérdés, amit nagyon sokan feltesznek, hogy ez a férfi mit keresett Budapesten, mivel érdemeltek ki az oltalmazott státuszát, és ezek után mi lesz a sorsa? Mikor lesz majd egyszer hír egy menekültek vagy oltalmazottak elleni bűncselekményből? Csak majd... menekültek, oltalmazottak követhetnek el bűncselekményt? Tegnap óta, én azt gondolom, hogy te vagy a hozzád hasonlóan gondolkodók, amúgy nagyon helyesen és nagyon pontosan és általam is támogatottan, el fogjátok tudni mondani, amikor erre sor kerül. És úgy gondolom, hogy te rajta is leszel, pontosabban azok, akik a baloldalon újságot írnak, elemeznek, gondolkodnak, véleménynyilvánítanak, azok az első olyan adott alkalommal, amikor egy oltalmazottat vagy egy menekültet
valamilyen jogsérelemért, azt címlapon fogják hozni, és egyébként erre a sajtószabadság szerencsére Magyarországon lehetőséget is ad. Ráadásul ez elő is szokott fordulni, mert amikor egy szkénedek megvennek mondjuk egy feketét, akkor az általában hír szokott menni. Pont ezt akartam mondani. Engem csak az érdekez a hírek kapcsolatban, hogy mi lesz ennek a következménye. Tehát mit lehet csinálni ez az emberrel? Mert hogy valamit radikálisan kellene csinálni tényleg, hogy Bandi, ilyenek úgy, mint bárki más, aki egy nőt megerőszakol, akár szomáliai, akár budapesti, akár nem tudom, Máté Szalkai, kap 10 évet és rohadjon rá a műanyag börtönlökot. Ezt én általában sose hallom ennek a következménye. Egy vitán, amit egy ilyen nő jogi, vagy egy nő jogi témával kapcsolatos vitán, hogy le kéne vágni a p***t, és a hölgyek nagyon egyetértettek egyébként ezzel a gondolattal, de egy picit komolyabbra fordítva, vagy nem is annyira komolyra, fogadjunk be még egy párat, és akkor Attila is biztos elégedett ezt. Ma nagyon nagy formában vagy ezekkel a különböző bagatelizálásokkal, meg csúsztatásokkal, tehát hogy az, hogy mikor lesz az hír, amikor egy menekült eszembe. Hát legalábbis hát, a egy csúnyát mondnak, még nem olvastam ilyen hírt. Budapest a Buli negyedben egyszer egy csúnyát szólnak valakire, aki esetleg menekültnek néz ki, akkor nem egy, hanem minden balliberális. Nem csak arra akartam volna utalni, hogy bűncselekmény természetesen elkövethetnek menekültek, elkövethetnek menedékkérők, de fordítva is előfordul, csak erre próbáltam. Mivel van elég bűncselekmény, miért kellene még importálnunk még ez a fő téma. Skandináviából. Bocs, Gergő, abból, hogy egy szomáliai bűncselekményt követel Magyarországon, nem következik az, hogy minden Magyarországra kerülő szomáliai bűncselekményt fog elkövetni. Miképpen, hogyha egy budapesti fehér, nem roma férfi bűncselekményt követel bárhol, abból sem következik az, hogy minden fehér budapesti, nem roma férfi bűncselekményt fog elkövetni. Kis túlzással nem az a valóság, inkább, hogy de következik, hiszen hogyha a skandináv példát látjuk, akár azt, hogy mi a helyzet Londonban, Párizsban, Berlinben nap mint nap, akkor azt látjuk, hogy ahol sok a migráns, ott ezek a bűncselekmények nagyon nagy mértékben elszaporodnak. És akkor nem jogos ez a felvetés, hogy a magyar társadalom kíváncsi erre, és teret akar engedni Magyarországon az ilyen... Erre csatlakoznék pontosan, azért lesz mindig hír az ilyen szomáliai manusokból, mert a jogszabály szerint háromféle kategóriája van azoknak, akik Magyarországon ezt a kérelmet kérik, a legnagyobb jogosítványokkal a menekült státuszú rendelkezik, utána jön az oltalmazott, és a legkisebb jogosítványokkal a befogadott státuszú rendelkezik. De az összesben közös az, hogy azért jön el a saját hazájából, mert ott alapos oka van különböző dolgok miatt félnie. Ez a 25 éves szomáliai erre igaz, hogy ő fél bármitől is? Ő egy nagyon ijedős forma, aki eljön egy országba, aki befogadja őt, és ezt teszi? Ennyire fél? Én azt javaslom azoknak, akiknek kétségeik lennének, bár tudom, hogy a játékfilm és a fikciós filmipar nem mindig alkalmas arra, hogy történelmi vagy politikai konzekvenciákat vonjunk le, de azért tessék már leülni a televíziókészülék vagy az internet elé, és megnézni a Sólyom végveszélyben című amerikai háborús filmet, ami a szomáliai viszonyokról szól, és úgy ampasszan megmutatja, hogy mik azok a viselkedés minták, amik Szomáliában... Majdnem Szlovákiát mondtál. Igen, már nagy botrány eszi. Már az. Tehát én azt gondolom, hogy ez a világnak egy olyan része, ráadásul egy muszlim része, ahol egy egészen más szocializáció mennek át az emberek, és hogyha egy szomáliai muszlim bekerül Budapest belvárosába, és ott megerőszakol egy nőt, akkor el kéne gondolkozni azon, hogy akár ez az egyetlen egy darab menedékkérő, oltalmazott, teljesen mindegy, hogy milyen státuszban lévő ember, és hogy a fenébe kerülhetett ide. Úgyhogy pont... a magyar menekültügyi hatóság megadta igen, neki ezt a státuszt. Pont cinikusan azt tudom nektek mondani, a nemi erőszak, ami szerintem az én megítélésem szerint majdnem az emberöléssel esik egy megítélés alá, hogy ebben az esetben Budapest belvárosában pont egyel több szomáliai tartózkodott, mint az normális lett volna. Na, még egy témát hagy emeljek ide a végére, ez pedig arról szól, hogy Sóbert Norbert ügyében ugye nagyon sok mindenki megszólalt, nagyon helyesen. Simonka Györgyről is beszéltünk, mondd, akkor legyen én Dúró Dórát. Nyilván sokkal fontosabb. Simonka Györgyről beszéltünk. Dúró Dórát idézném, a Mi Hazánk mozgalom politikusát. Köszönjévéről is. Négy gyerekes családanyát. Nézőkbe is szükségünk van. Aki azt mondja, hogy bármilyen dimenzióban belerúgni,
egyébként is depresszióval küzdő édesanyákba, akiknek a testi önképük megváltozik, aljas és tűrhetetlen. A szüléssel és szoptatással megváltozik az evés, ivás, alvás, mozgás és a szexualitás is. Ugyanakkor, akik most felháborodtak Norbi kijelentésein, gyakran az ő szavait igazolják vissza. De kár, hogy nem a félre sikerült M1-es karácsonyi interjúról beszélni. Nagyon szívesen beszélnék arról is, Attila, és hogy gondold, hogy... egy mondat elejéig nagyon szívesen lereagálom a hülye felvetésedet, ha már nem tartjuk magunkat ahhoz, amit a műsorvezető mond. Na, ilyeneket nem szoktál mondani. Én, mint jobboldali értelmiségi, kikérem magamnak azt, amit a köztévé csinált, és halálosan tele van a tököm azzal, hogy a liberális és baloldali értelmiségiek minket, Fideszhez közel álló médiásokat, vagy médiacsináló értelmiségieket piszkálnak azzal, hogy például mi történt a karácsonyi interjú kapcsán. Szeretnék elhatárolódni attól, ami ott történt, és kikérni magamnak, hogy engem piszkáljanak azért, amit a köztévé csinál. Én azt gondolom, hogy az nem jobboldaliság. Okay, és azt hiszem, hogy ezzel most válaszoltam a kérdésedre, és visszatérhetünk ahhoz, amit a Geri kérdezett. Norbihoz. Rendben, igen. Köszönöm a véleményedet. Ez fontos vélemény volt különben, mert ebből is látszik, hogy a jobboldali értelmiségi is hát ember, egy különböző véleményekből állhat. Akkor Norbihoz úgy térjünk vissza, ha megengeditek. Még sincsen propaganda. Az utolsó négy percben. Én beszélnék a Norbihoz egy kicsit. Van propaganda, csak a Laci nincs benne a propagandában. Ami talán mindenképpen közügy, hogyha te újságíróként nyilvánulsz meg, akkor 40-valahány törvényi hely vonatkozik rád, egyszerre 4-5 féle módon tudnak beperelni a kijelentéseidet. A youtubereknek, facebookereknek nincsen felelősségük? Nincs felelősségük abban, hogy mondjuk Sobert Norbert az anyák ellen hergeli a saját közönségét? Hát ezt megoldja a Facebook, mert hogyha valaki olyat mond, amit ennyi, akkor rögtön letiltja. De Sobert Norbert hát azért legyünk objektívek, hogy ő hergelt az anyák ellen, nem az anyák ellen, az Index hergelt azzal a cikkel, amelyik azt írta, hogy az anyaság szívás, csak jó a PR-ja. Ezzel kapcsolatban érdekes módon nem volt felháborodás a baloldali értelmiség körében, pedig sokkal gusztustalanabb kijelentés. Az Index egyik újságírója így érte meg a saját megfelelő habitussal, meg az ő személyiségéhez képest bedobott egy bombát, vagy egy követ a pocsolyába, ahogy ő azt egyébként rendszeresen szokta. Ő egyrészt ebből él, hogy kicsit botrányt kelt, és a botrány kapcsán az ő termékeit, meg a szolgáltatásait az emberek veszik. Mert hogy ő abban él, abban az iparágban utazik, hogy az emberek fogjanak le. És én nem vonom kétségbe, hogy nála ez részben őszinte, tehát ő tényleg azt gondolja, hogy az egészséges élet, ő tényleg híve ennek, annyira hát azért ismerem, hogy ezt kőkemény, őszinte csávó, emellett, hogy pénzt keres belőle, ez ja. nem vitás, és ezzel szerintem nincs is semmi baj. Tehát az, hogy, és abban is igaza van, és ahogy a Réka is, a felesége is mondta, hogy szép szavakkal az embereket nem lehet rávenni. Tehát szerintem nézzük magunkba, mindannyian tudjuk, hogyha vannak rossz szokásaink, amiktől nem tudunk megszabadulni, azt amikor valaki kedvesen megsimogat, hogy hát ez nem annyira jó, mert nem lesz ez jó neked, mert majd 30 év múlva fájni fog tőle a szíved, meg a lábad, meg az le van szarva, hol van az már. Hogyha drasztikusan valamilyen módon azért így a lelkünket is erősen megérinten oda egyet, akkor esetleg odafigyelünk. Egyet kell értsek a Zsolttal, legalábbis részben egyet kell érteni, de tegyük tisztába, az Indexnél egy munkatársuk, egy nő megírta a saját terhességének, két szülésének nő. Egy fotó meg, igen. Történetét, és ők miközben az anyaságot szeretik, a gyereküket imádják, megírták, hogy az egész nem egy ilyen rózsaszín felhő, hanem tényleg vannak ebben szívások. A saját testével, az időbeosztása az, hogy minden felborult. De akkor tegyük félre ezt, Sobert Norbertnek a sztoria. Az nem túl szerencsés egyébként, hogyha valaki közszereplőként olyan ügyben nyilatkozik meg, amiben nem teljesen kompetens. Most ezt láttuk is, Norbi ebben az ügyben neki futott a falnak, de amit mondott, abban azért van ennek az egésznek egy igazságmaga, amit Zsolt mondott, és tökre egyetértek, az, hogy az ember felelős a saját testért, meg a saját egészségért, meg felelős azért, hogy a saját gyerekeinek milyen mintát mutat. És tényleg, amit Norbi mond a maga egyszerű módján, az tök igaz, mert először is, és mi is mondjuk itt ki, hogy sportoljunk, mert különben hamarabb fogunk meghalni, kevesebb lesz az egészségben töltött évünk, pihenjünk, étkezzünk tisztességesen, ígyünk meg naponta legalább 2 liter vizet, és egyébként pedig szeressünk, és kevesebb pálinkát. És hagyjuk magunkat annyira szeretni. Annyira bírom Józsi, hogy a Józsi meg
meg a Jesszi ilyen szép konszenzussal, ma már másodszor. Konszenzussal egymásba borulva, nem esik egyetértésben tudnak beszélni erről az ostoba, buta, kártékony ról, erről a Norbiról, aki emberek millió, nők millióit sérti meg, Laci, vérig, azért, hogy pénzt keressen, hogy, és a magyar felső tízezer, amiről már a múltkori adásban is volt szerencsém annyit szót mondtam, hogy van egy igazság magva ennek a baromságnak. De nem lehet így beszélni, mint tipikus a, magyar felső tízezer. Ez a barom beszél, hát ez kétségtelen. Laci, amióta megtöröltem a telefonodat, mi van? Nekünk magyaroknak ilyen felső tízezer jutott buta, erőszakos, kártékony idióták, akik harácsolnak és butaságokat... Nyilván a Sobertről legalább annyit lehetne beszélni, mint a cigány kérdésről. Egy hát műsort lehetne neki szentelni, hogy most ilyen, mi az, ami pozitív benne, mi az, ami negatív, de ennél... Tehát csináljunk további önreklámot neki. Gyerekek, véget ért a műsor. Egyébként az Norbi apák vegyen is... vissza, mi pedig sportoljunk, együnk és étkezzünk, és... Csináljunk gyerekeket. Így van, valójában az apák is meghíznak a szülés után. Ja, az a másik fel. Erre van egy teóriám, de most már sajnos nincs idő arra, hogy mindezt kifejtsem, hogy miért. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! A tanulság az az, hogy bunkó módon semmilyen kérdésben nem érdemes megnyilvánulni, és ha már ilyen kérdésben megnyilvánul valaki, akkor nem kéne nemek szerint szelektálni. Tehát a férfiak is, meg a nők is vigyázzanak az egészségükre. Norbi egy buta, kártékony, pénzsovár. Nem lehet vele egyet érteni. Ilyen felső tízezer is csak nekünk magyaroknak jut adott.